Lakossági igény mutatkozott főként a családi házas övezetekben élők részéről a tűzgyújtással kapcsolatos szabályok megalkotására. A legújabb szabályok szerint október 27-től kezdve minden szerdán és pénteken van lehetőség az avar, illetve a száraz komposztálása nem alkalmaz zöld hulladék égetésére. Mindezt a városlakók délelőtt 9 és délután 17 óra között tehetik meg. Minden szerdán és pénteken lehet tüzet rakni, igazából 9 órától 17 óráig, ha ez a szerda és a péntek nem ünnepnap. Ezeken a napokon lehet. A kérés az, hogy ha lehetséges, akkor a, a tisztelt lakosság az avart, a faágakat, ha lehetséges, és van rá helye, és olyan minőségű ez az avar, vagy levágott hű komposztálja, ha lehet. Hogyha beteg, gombás, olyan típusú faágakról van szó, esetleg ami beteg, azoknak az égetését lehet megoldani. De ezeket is érdemes előtte szárítani. A képviselő kiemelte, amennyiben valaki nem tartja be a szabályokat, bírságra, sőt, akár rendőrségi intézkedésre is számíthat. Van először is az, amikor az önkormányzati rendeletet valaki nem tartja be, és olyan napokon tüzel, ilyenkor esetleg a tűzoltóság, illetve a katasztrófa védelmi értesíthető, és akkor bírsággal sújtható. Hogyha pedig nem olyan anyagokat, ugye, mint említettem, hogy avart, faágat éget, hanem gumit, műanyagot, kábelek körül lévő műanyagot éget, az pedig ilyenkor már a rendőrség hatáskörébe kerül, és őket kell ilyenkor hívni, riasztani, őnekik kell jelezni ezt, és akkor ott is szankció. Lesz. Orosz Csaba hozzátette, a kijelölt tűzrakóhelyeket továbbra is használhatják a városlakók, amennyiben nincs érvényben megyei vagy országos tilalom, illetve a helyszínen biztosítják az oltáshoz szükséges eszközöket. A kijelölt tűzrakóhelyeken, amikor nincsen, a megyére vagy egész országra tűzgyújtási tilalom, akkor ezeket a rendszabályok betartása mellett lehet használni. Ami nagyon fontos, hogy csak a, a tűzakó helyen égjen a tűz, ne szabaduljon ki. Mindig a, a helyet használónak kell rendelkeznie valami tűzoltó eszközzel, akár, akár tűzoltókészülékkel, vagy itt a Duna partján egy vödörrel, amiben a vizet ide hordja és el tudja oltani. Tehát mindig az ő felelőssége a tűzrakóhelyen is, és az avarégetésnél is az ő feladata, hogy olyan tűzoltó eszközt rakjon oda, ami a kialakulható tűz értékének megfelelően ez a tűz eloltható legyen. A képviselő egy fontos dologra is felhívta a városlakók figyelmét. Minden esetben ellenőrizni kell az elégetni kívánt hulladékkupacokat, hiszen azok alatt sűnök és más kis állatok bújhatnak meg.